Sziasztok, ez itt a Ninja K, és benne a Boruto Two Blue Vortex manga 13. fejezetével. Olyan durranások történtek ebben a fejezetben, hogy alig lehet ezt elhinni, és ennek hatására lehet, hogy teljesen meg fog változni az egész Naruto széria. Egy olyan képességről van szó, amit mi is találgattunk, csupán nem annak a személynek adták oda ezt a képességet, akire mi számítottunk. Kiderült az is, hogy pontosan mire is valók a tövis lélek gumók, és ezáltal bevált az egyik nagy teóriánk ezzel kapcsolatban, illetve arra is kitért a szál, hogy Kashin Koji hogyan találkozott Borutóval. Hima is folytatta a csodáját, Boruto pedig fogságba került, azonban a fő duranást az adja, hogy elmentünk a démonjainkhoz, és ezáltal lehetséges, hogy egy új démon fog a színre lépni. Boruto és Sarada lelövése után arra gondolhattunk, hogy folytatódik az akciózás, sőt, még magasabb szintre is emelik majd a pusztítást, de a történet visszább vett. És belegondolva, amióta elindult a vortexes időszak, tényleg egyfolytában megy az akciózás, ezáltal elkélt a pihenés, azonban Jura így is nagyon kemény lett. Ki akarta végezni Borutót, vagyis a szuperlövése csak le akarta gyengíteni a hősünket, hogy ne tudjon elmenekülni. Sajnos elmaradt Borutónak a tombolása a karmával, de azonban ez később is előjöhet, ráadásul Himas előtte el még a Kuramalink módját, vagy egy új Kuramás formát. Esése volt arra, hogy visszaszerezzék Jurától a lélekgumót, meglepetésként pedig felbukkant a bogárból született démon, Mamushi, amivel elárulták, hogy egymáson keresztül is utazhatnak a karomjelekben. Ez épp olyan esetnek számít, mint amikor a Jubiklónok is közlekedhetnek egymáson keresztül, vagy az az eset, amikor Daimon kódon át tudott jönni Borutóékhoz, de itt van egy nagy érdekesség. Kód a saját jelét rakta Eidára, amin át Daimon használta a járatot, míg a démonoknak külön karomjelük van, de Mamushi mégis használhatta Jura jelét. Most vagy az van, hogy megengedte neki, és ezáltal a társa a bázison keresztül a fán át jelzett neki, hogy át akar menni, vagy igazság szerint a démonok egyetlen karomjelet birtokolnak, csupán szét van osztva neki. Ha az előbbi az igazság, hihető lenne, hogy az istenfa miatt örökké érzik egymást, és olyan, mintha a testük egy lenne. Ha azonban mégis az lesz itt az igazság, hogy csak egyetlen karomjelet birtokolnak, ami szét van osztva a számukra, akkor még inkább beválhat az a teóriánk, hogy igazából csak a karászgyubinak a főteste számít, és Hidariék csak klónok. Gyuráék távozásával elmerültünk Boruto visszaemlékezésében, és ahogy a srác kóros haja megelevenült, a tiniség szárnyalt. Azt a szálat folytatták, amikor Sasuke bukása megtörtént, és ezután fába zárták a hősünket, Borutónak pedig el kellett menekülnie, és ezek szerint el kellett hagynia azt a helyszínt is, ahol Sasuke kikapott. Arra nem adtak választ, hogy mennyi ideig élt egyedül, ám a korából ítélve csak napokról lehetett szó, sőt az is lehet, hogy egyből ide jutottunk, miután Sasuke elbukott. El akarták kapni a hősünket, hiszen a csere miatt most ő számít Narutónak a gyilkosának, és ezáltal a konohai ninják úgy szagláztak utána, mint a kopók. Bár az érdekes, hogy ilyen gyorsan bajba került, ugyanis Sasukéval úgy tűnt, hogy jó rejtek helyet találtak, és csak Kót találta meg őket. Ez viszont megerősítheti azt a teóriánkat, hogy valaki elárulta őket, vagy Kód volt az, aki infókat hintett el Konohának. Boruto elbírt volna a keresőivel, ám azt nem lehet tagadni, hogy félt, ami nem biztos, hogy azért volt, mert nem akarta bántani a ninjákat. Kiszolgáltatottnak látszott, mintha éhes is lett volna, és fáradt, amit a megjelenésében is át kellett volna adni jobban az ábrázolást illetően, elvégre pont ezután került ahhoz a személyhez, aki végül segítette őt. A béka elárulta, hogy Kashin Kojira számíthatunk, de az nem jó, hogy a béka nem is tud beszélni, hanem csak közvetítette a gazdája hangját. Gamakicsiék tudnak beszélni, ezáltal nagyon jó lenne, ha Kashin Koji szerződésbe került volna a falujukkal, mert ezek szerint a boiler béka is sokkal másabb, mint azt mi gondoltuk. Mivel kiderült, hogy a kis béka mesterséges lény, akit olyan alapon hoztak létre, mint Kashin Kojit, ez pedig a nagy békára is igaz lehet. Amikor Boruto megérkezik a helyszínre a pecsétnek köszönhetően, olyan szál veszi kezdetét a történetben, amire egészen nem lehetett számítani. És ezt már akkor előkészítették, amikor Kashin Koji kikapott Ishikitől, és az oszlopok alatt legyőzötten nézett a hajával.
óriási ábrázolást láthattunk a hajával, valamint a csukjájával, és az is nagyon hatásos lett, hogy Boruto csak úgy tudta felismerni a hősünket, amikor visszatette a maszkját. Hiszen így láthatta a Borutós időszakban, amikor pedig zajlott a Jigen elleni harc, nem láthattak mindent Amado szemüvegén át, Ishiki újjászületése után pedig véget is ért a közvetítés. Arra is választ kaptunk, hogy Kashin Kojira vajon hatott-e Eidának a csere képessége, hiszen fennállhatott, hogy kibújhatott a képesség alól, mivel ő módosított embernek számít. És az lett az igazság, hogy nagyon is hatott rá az erő, ám így is elhitte, hogy valami nincsen rendben, és hinnie kell Borutónak. Ez pedig a legnagyobb durranás miatt van, aminek hatására minden meg fog változni, hiszen Kashin Koji képes belelátni a jövőbe. Ezt az adottságot mi Eidának teóriáztuk, hogy hazudik arról, hogy ő csak a múltat és a jelent képes látni, ám a történet végül nem neki adta. Vagy neki is megvan ez a képesség, csupán hazudik róla, és ezáltal Eida is úgy alakítja a jövőt, hogy az neki tetszen, hiszen Kashin Koji pontosan ugyanezt akarja tenni. A hangulatot fokozza az, hogy ez a képesség, az előrelátás Otsutsuki Shibaié volt. Momoshiki is felhozta, hogy Shibainak több olyan képessége is van, ami nagyon óriásinak számít, ráadásul Eidának a Shinjutsu mindenhatósága is ide tartozik. A másik pedig a jövőbe látás, de azt nem erősítették meg teljesen, hogy Kót karomjele, Daimon visszaverése és Eida szerelem képessége is Shibaié voltak-e. Momoshiki ezeket nem vette annyira veszélyesnek, de mivel Eidánál kialakult a Shinjutsu mindenhatóság, lehet, hogy a szerelem képesség is Shibaié volt. Kiderült az is, hogy miért születtek a karatagok módosított emberekként, és azért, hogy kialakuljon bennük legalább egy Shinjutsu, ami Shibaié volt. A karatagjainkat Amado készítette, és az az érdekesség, hogy mindegyikükben ott van Shibainak a DNS-e, és a nagy kérdés az, hogy akkor Jigen ezt miért engedte meg? Hiszen a legnagyobb Otsutsukiról van szó, aki elvileg már istenné vált, ha csak nincs hozzá valamilyen köteléke, vagy így akarta megszerezni a képességeit. Úgy volt, hogy Boró, Delta, valamint Kashin Koji nem voltak alkalmasak arra, hogy Shibai képességeket tudjanak felébreszteni magukban. Mivel azonban kiderült, hogy később is fel tudnak ébredni, innentől Delta is kaphat valamit, sőt, Kawaki is, hiszen ő is Amado egyik alkotása. Kashin Koji akkor szerezte meg a jövőbelátás képességet, amikor halálos helyzetbe került, így lehetséges módon Kawakiék is ekkor fogják megkapni, hiszen Delta hiába került ilyesmi helyzetbe, valójában becsapta Narutót és egyáltalán nem érezte magát halálos helyzetben. Ugyanez igaz Kawakira is, mert vagy a karmája szólt közbe, vagy megmentették, míg Boró túl gyorsan került halálos helyzetbe, mert Momoshiki kivégezte őt. Kashin Koji már akkor is a jövőt kémlelte, amikor az oszlopok alá került, hiszen pont emiatt a harc miatt akart mindenképpen túlélővé válni, hogy ezáltal a képességgel segítse a világot. Eddig az volt igaz rá, hogy Jigen legyőzésére tervezték, most viszont már az igaz rá, hogy azért született, hogy megszerezze a jövőbelátást. Vélhetőleg úgy láthat a jövőbe, mint ahogy Eida csinálja a jelen és a múlt látásával, és ezáltal rá is igaz lehet az, hogy egyszer valaki megérzi őt, és ezáltal veszélybe fog kerülni, vagy az is lehet, hogy Kashin Koji úgy láthatja a jövőt, mintha egy filmet nézne, de az is lehet, hogy igazából mindent egyszerre látott, és ebből kell neki kibogoznia mindent, és így kell neki ügyeskednie. Azt nem mondták, hogy mennyit láthat, de véletőleg jóslatokat végez, mivel az idővonal bármerre haladhat, és a jelen dönti el, hogy hová halad, és olyan, mintha a sorsok csatáznának egymással. Vagyis úgy kell alakítania az idővonalat, hogy a legjobb jövő tudjon megvalósulni, azonban úgy látszik, hogy bárhogy is ügyeskedik, eddig sehogy se tudják azt megakadályozni, hogy az istenfa kinőjön, és ezáltal Jiraiyék létrejöjjenek. Volt olyan jövő is, amiben Naruto meghal, és Ishiki újjászületik Kawakiból, és olyan is, amiben túl vagyunk az Ishiki elleni csatán, és Kawaki végez Borutóval. Aztán Kód legyőzi Kawakit, majd ezt követően a karászgyubi megeszi a hősünket, és ezáltal mindenképpen odajukadunk ki, hogy az istenfa kinő a bolygón. A másik, amit nem lehet megakadályozni, hogy Boruto meghaljon Jura keze által, ami majdnem meg is történt, és nagy titkot rejtett, hogy Naruto fia miért fonódott össze Jurával. Ráadásul azt is kimondták, hogy a démonok között Jura a legveszélyesebb, ezáltal éledezni látszik az a teóriánk is, hogy igazából Jura számíthat a karászgyubinak a fő tudatának.
Azt is Kashin Koji mondta, hogy miként lehet kiszabadítani a fába zártakat, mert volt egy olyan jövő, amelyben Sasuke kiszabadult. És minden eddigi info, amit a démonokról tudunk Boruto által, az is Kashin Koji-tól származik, ami azt jelenti, hogy a hősünk veszélybe fog kerülni, és lehet, hogy hamarosan a démonjaink fel fogják őt keresni. Bármilyen jövőkép is van, ha Boruto és Kawaki közül valamelyik elbukik, mindennek vége, ezért bejöhet az a teóriánk, hogy nekik össze kell fogniuk, hogy megmentsék a Földet. És Boruto tenni is akar érte, és még most is meg szeretné menteni a hősünket, ráadásul ahogy felkötötte a fejpántját, az eltökéltsége határtalan lett. Nem tudni, hogy Sasuke mennyit tanított Borutónak, de Kashin Koji is taníthatott neki olyanokat a jövőre felkészülve, amivel jobban harcolhat az ellenségek ellen. Igazunk lett abban, hogy Saradának a sérülése nagyon súlyosnak számít, ezáltal tényleg fennállhatott volna, hogy félkezűvé válik, azonban a történet ezt elhesegette, hiszen Himának olyan gyógyítása van a normál formájában is, ami hihetetlennek számít. Olyan szinten gyógyított, mint amikor a Kyuubi módban volt, amivel lehet, hogy neki nem puszta gyógyítása van, hanem bárkit helyrehozhat, bármilyen állapotból, vagyis felébredhetett benne egy Shinjutsu, ami egy újabb Shibai képesség, vagy nincs köze az Otsutsukihoz. Egyetértettünk abban, hogy Borutót nem engedték el, és itt lett az alkalom arra, hogy elfogják a hősünket, azonban az érdekes, hogy Kashin Koji egyből cserben hagyta a hősünket. A békája eltüntetésével a nyomát is eltüntette, hogy ne találják meg, és bizonyára egy fordulatos jövő indult el ezzel, és ha nem jól alakulnak a dolgok, akkor számíthatunk arra, hogy Kashin Koji ki akarja szabadítani Borutót. A börtönös moziban van egyfajta lefogó, aminek köszönhetően a ninják nem tudnak csakrát használni, és nem tudnak technikákat se formálni. Így érték el, hogy a foglyok egyszerű emberek legyenek, és ez most itt is megvalósult, mint Amado új találmánya. Kérdés, hogy Borutóra tényleg hatni fog-e, mert ellene nem elég, ha nem tud jutsukat használni, hiszen ott van a karmája és a dzsóganja is. A végén elmentünk a démonjainkhoz, ahol már is megtudhattuk azt, hogy a lélekgumók pontosan mire valóak, és bevált az a sejtésünk, hogy újra tudja alkotni a gazda testét. Úgy viselkedik, mint egy karma, de az indítást a karabázison lévő istenfa adta, ami szintén utal egy sejtésünkre, hogy amíg az épen van, addig a démonok bármikor épek lehetnek. Ám az jelen volt, hogy Gyura aggódott azért, hogy ugyanazt a hidarit fogjuk-e visszakapni, és ugyan ezúttal most sikerült visszatérnie teljes valójában, de lehet, hogy ez a következő alkalommal nem fog sikerülni, vagyis az előfordulhat, hogy az újjászületésük után nem ugyanaz a személy fog visszatérni. A másik csúcspontot akkor adták, amikor kiderült, hogy akkor is öntudatra ébredhet egy istenfa, ha előtte nem harapott meg senkit, és ezzel más valakiből születik meg. Mi pontosan ezt teóriáztuk, hogy az istenfa önmagától is képes életeket teremteni, hiszen említették, hogy amikor egy istenfa kinő a bolygóban, akkor mindent magába szív, ami a múltat, a jelent és a jövőt is takarja. A nagy teóriánk pedig az, hogy ezzel, akik valaha éltek és élni fognak, újjá születhetnek az istenfából, csak ki kell keresni az adatukat, és így a volt harcosokból is kaphatunk démonokat. Az egyik jövőbe látásban volt is egy új démon, aki olyan, mintha Naruto lenne, ami azt jelenti, hogy volt egy olyan jövő, amelyben Narutót megharapták, és ezáltal démonként született újjá. Vagy lehet, hogy igazából nem is Narutót láttuk, és ezáltal az új démon úgy születik meg, hogy Gyura megette Himát, csak a női énje helyett a férfi született meg démonként. Azt várhatnánk, hogy az új démon, akit Matsuri újjá akar szüleszteni, az mindenképpen ez az alak lesz, de nekünk számítani kell a fordulatra is, így nekünk az a teóriánk, hogy az új démon a volt harcosok közül fog visszatérni. Oltári lenne egy Itachi vagy egy Madara démon, ám olyanokra is gondolhatunk, akik nem tudtak visszatérni korábban Edósként, így Izuna, Fugaku vagy az Uchiha klán múltbéli vezetője, akit Madara és Izuna győzött le, mikor átvették a klánt. Vagyis mindenképpen egy olyan alakra számíthatunk, aki az Uchiha klánba tartozik, de az is lehet, hogy igazából egy olyan démon fog újjászületni, aki semmilyen nyomot még nem hagyott maga után, ami azt jelenti, hogy semmit se lehet tudni róla. Ezáltal nagyon várjuk a folytatást. Ha nektek is megvan a véleményetek Kashin Koji előrelátás képességéről, azt osszátok meg kommentben a videó alá. Illetve arra is feleljetek, szerintetek ki lehet az a démon, aki ennyire hasonlít Narutóra?
Ez volt a Ninja Kés, benne a Boruto Vortex manga 13. fejezetével, illetve a teóriáinkkal. Találkozunk a legközelebbi alkalomkor. Addig is, sziasztok! Ha tetszett a videó, lájkolj, kommentelj és iratkozz fel. És keresd a csatornát a további tartalmakért.